Elvégre mi egy politikai család vagyunk. Évszázadok óta élünk a politikában. Ennek folytán ez a név jelent egy politikai feladatot, bármilyen feltétel mellett, mert nézze, kérem szépen, az államforma magában véve nem számít sokat. Nézze, az állam tartalma az, amely számít, és ezt kell szolgálnunk. Nem, de ha egy angol képviselőt nézem, hát az természetesen monarchista, legyen szociáldemokrata, legyen liberális, legyen konzervatív. Hogy a németek ma köztársaság, az egész természetesen, mert Németországban ma a köztársaságban van a legitimitás. És tehát itt egy Habsburgnak az a feladata, hogy a családja elvei szerint, amelyeket nem szabad összekötni most egy államformával, hanem egy államtartalommal, hogy ennek az értelmében működjön. Azon kívül tudja, kérem szépen, van 7 gyerekem, vannak sokan unokáim, akik most lassanként nagyon szép számban itt vannak, és ezekért is szeretnék működni, mert ezek az eljövendő világban fognak élni. A fő feltétel az, hogy jó felesége legyen az embernek. Mert nézze, feleségem és én jól működünk együtt. Ő csinálja mindent, ami nehéz és kellemetlen. Én csinálom mindezt, ami mulatságos és kellemes. Tehát én politizálok, ő csinálja a kemény munkát, és hála Istennek ezt nagyon szépen végezte, ő tartja össze a családot, főleg. És azon kívül talán egy másik dolog, hogy a gyerekeim mindig tudták, hogy mit csinálok. Már mint kisgyerekek mindig jöttek velem, látták, hogy mit csinálok. Úgyhogy érdekelte őket, szóval itt közös életet éltünk, és ennek persze nagy a kihatása.